Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Megoldást találhatnak a Nagyír csatorna ügyében. Felszámolták a Jussz Gyula utcai kerékpárúton a királydinnyéket. Aggasztó a takarmánykukorica helyzete. Egy több mint 15 ezer négyzetméteres záportározót alakítanak ki Makóváros önkormányzata annak érdekében, hogy gyorsabban juthasson el a Nagyír csatorna vize a Maros folyóba. Adott tájékoztatást Farkas Éva Erzsébet polgármester a legutóbbi testületi ülésen, aki hozzátette, egy TOP plusz pályázatnak köszönhetően tudnák fejleszteni a több éve kellemetlenséggel járó kanálist. Szinte rendszeres téma a rendes képviselőtestületi üléseken a Nagyír ügye, amely évek óta nagy gondot okoz a városnak és a lakóknak is egyaránt. A csatorna a kórháztól indul és az Zrínyi, valamint kisebb utcákon át kanyarog a Maros-Lelei útig. A várostáblán belül az önkormányzat feladata rendbe tartani azt, azon kívül pedig az Ati vízignek kellene karban tartania. A legnagyobb problémát általában az okozza, hogy a víz nagyon lassan tud elfolyni, ezért sokszor csak áll a mederben, és felhalmozódnak benne a különböző szennyeződések, emellett kellemetlen szaghatást bocsájt ki, annak ellenére, hogy többször is végeztek már mederkotrást. Makóváros önkormányzata a megoldás érdekében pályázatot nyújtott be a városi vízgazdálkodás és kezelési fejlesztések megvalósítására Nagyír csatorna rekonstrukciója, záportározója és a hozzá kapcsolódó létesítménye címmel. 15.400 négyzetméter alapterületű tározót szeretnénk kialakítani, a nyomóvezeték kiépítésével közvetlen kapcsolat létesülhet így a makói belvizeket befogadó Maros folyóval. A víz a Nagyírból a tározóba, valamint a tározóból a Maros folyóba történő mozgatása egy-egy átemelő létesítésével fog megtörténni. Itt gyakorlatilag most ott tartunk, hogy a teljes körű engedélyeztetése alkalmas tervdokumentáció ugye elkészült. A pályázat benyújtásához költségátcsoportosításról kellett dönteni a képviselőtestületnek, melyet az augusztus havi ülésen elfogadtak. A projekt megvalósítására közel 3 milliárd forint támogatást igényelnek majd önerő nélkül. A múlt héten tartott rendes képviselőtestületi ülésen Kovács Sándor napirend előtti felszólalásában egy olyan Jussz Gyula utcai problémára világított rá, amely a városban sokakat érintett. A képviselőt többen is megkeresték azzal, hogy a kerékpárút mellett a sövényről lehulló úgynevezett királydinnye, amely egy szúros gyomnövény, kárt tett kerékpárjú gumiában. Ezért Kovács Sándor az ügy mihamarabbi megoldását sürgette. A királydinnye a gyógyászatban is hasznosítható, ám megszáradt állapotában rendkívül szúrós növény. Magyarország területén főként az Alföldön fordul elő. Gyakran gyomosít, ezt tarlóhántással, kapálással, illetve a talaj humusztartalmának növelésével lehet megfékezni. A legutóbbi testületi ülés egyik témája a királydinnye felszámolása volt, hiszen az a Jussz Gyula utcai kerékpárutat ellepve szinte ellehetetlenítette a lakosok munkába járását azzal, hogy napi szinten rongálta meg a kétkerekűeket, osztotta meg a grémiummal Kovács Sándor. Kérjük, az a kerékpárnak gumia, van, aki naponta háromszor, van, aki minden nap, van, aki hetente, és nagyon forgalmas útról beszélünk, ugye nyilvánvaló rengeteg ember dolgozó jár ki a Walkerhez, a gumigyárhoz, a Duokorhoz, ipari parkba, tehát igen forgalmas, és nagyon sok embert érint. Tehát pont ennek okán, hogy ennyi embert érint, és bosszúságot okoz, és még ráadásul anyagi költségbe is kerül, mert máma már egy kerékpár gumi se olcsó. Ezért én azt kérném az érintettektől, a műszakiaktól, vagy a kertészettől, vagy az egész városvezetéstől, hogy mi hamarabb számoljuk fel azt az egész királydinnyesort, hogy így mondjam. A kellemetlenségek elhárítása érdekében a makói városgazdálkodás szakemberei a lehető leggyorsabban cselekedtek. A holding divízió vezetője stábunkkal megosztotta, hogy mi okozta azt, hogy a királydinnye ellepte a bicikliutat, illetve arról is beszámolt, hogy hogyan oldották meg a problémát. Érkezett hozzánk ugye ez a bejelentés, képviselő oldalos és lakossági megkeresés is érkezett hozzánk, erre mi reagáltunk. Természetesen ez abból fakad, hogy előtte történt ott egy fűnyírás,
és mivel rendkívül nagy most a szárazság, ennek a növénynek ez a termése kipattogott, és ugye ez lehullott a kerékpárútra, és ez okozta ezt a problémát. Természetesen mi reagáltunk, takarítógéppel, seprőgéppel több körben is föltakarítottuk, és hétvégén megtörtént a gyomírtás. Szűcs Gábor elmondta, hogy a porvédő növénysávot nem érinti a beavatkozásuk, majd hozzátette, hogy a jövőben is fokozott figyelemmel fogják kísérni a Juss Gyula utcai kerékpárutat, és amennyiben újra szükség van rá, ismét letakarítják a területet, hogy elkerülhetőek legyenek a további kellemetlenségek. Augusztus utolsó heteiben elkezdték aratni a takarmány kukoricát. Várhatóan szeptember első hetének végére már teljesen be lesz takarítva a termés. Ez nem kecsegtett túl sok jóval, hiszen a nagy oszály miatt kelleténél jóval hamarabb kezdődtek meg a munkálatok. A Csanád és térsége gazdakör elnöke a helyzet kapcsán így fogalmazott, erre most már pontot kell tenni. Az elmúlt három évhez hasonlóan idén is rendkívüli aszály sújtja Csongrád, Csanád, illetve Békésvár megye mezőgazdasági területeit. A termés átlag általában 10-12 tonna, ehelyett ez a szám ebben az évben 3-4, a legpozitívabb esetben is csak 5 tonna, mondta a Csanád és térsége gazdakör elnöke stábunknak. Vas Gábor úgy gondolja, hogy valamiféle átfogó vízgazdálkodási döntés lenne szükség ahhoz, hogy javuló tendenciát érjenek el az ügy kapcsán. A nyugtalanító tények miatt a gazdák kénytelenek leállítani a mezőgazdasági beruházásokat és a gépbeszerzéseket. Mint az elnök mondta, sokan már nem a legjobb termés eredményre törekszenek, hanem a túlélés a cél. Azonban mégis igyekeznek felkészülni a következő szezonra. A következő szezonra úgy készülünk, hogy itt ugye a költségeket mindenki lecsökkenti, tehát ugye az input anyagokat, a műtrágyákat elhagyják, vetőmagokat, a fémzárótakat, idézőjebb, hogy a drága fémzárót vetőmagokat nem fogják megvásárolni, hanem a saját magukat vetik vissza. Minden, amint csak lehet, spórolnak, ez talajművelést, tehát amit tudom én, két tárcsázásból csak egy tárcsázás lesz, amit terem, kész. Az elnök megosztotta, hogy vannak alternatív növények, amelyeket a kukorica helyett lehetne termeszteni, ám olyannyira száraz a talaj, hogy magágyat sem tudnak előkészíteni a gazdák. Így a mák is a repcetermesztés ötletét is kénytelenek elvetni, mint helyettesítőket. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy érdemleges csapadék utoljára júniusban volt. Éppen ezért felmerülhet, hogy mégis milyen kilátások vannak így az őszi hónapokra. Hát ugye alapvetően az aratás után ugye a tarlóhántások következnének, plusz ugye az őszi vetésnek magágykészítés. Ez akár egy ilyen mulcs kultivátorra, Gruberrel például, vagy aki még szánt ugye a szántása és annak elmunkálásával, majd a vetés. Itt ugye hát olyan 100 mm eső, hogyha leesne, akkor két nap múlva tudnánk menni dolgozni körülbelül. Ez most persze kicsit kisarkosítva, de nagy vonalakban ez a helyzet. Úgyhogy borzalmas hiányunk van, ami a csapadékot illeti. A térség összes gazdájának a legnagyobb vágya válna valóra, ha a szeptember magával hozná a várt csapadék mennyiséget. Addig pedig nem tehetnek mást a földművelők, mint reménykednek, hogy javul a helyzet. Dinoszauruszok lepték el a Hagymaház pódium termét. A Jurassic Park filmek hangulatát idézik fel Fekély Zsolt magángyűjteményének darabjai. Egyes őslényeket saját környezetükbe helyezett el méretarányosan, így még jobban el tudjuk képzelni, mekkorák is voltak a több millió éve kihalt állatok. Már az első játékai is dinók voltak Fekics Zsoltnak, aki egy 1985-ös film láttán szeretett bele még jobban az őslényekbe, amit később a Jurassic Park sorozat csak tetézni tudott. Azóta folyamatosan gyűjti, valamint készíti is az állatok modelljeit, illetve diorámákat alkot, amivel még részletesebb képet kaphatunk a monumentális dinoszauruszokról. Maga a dioráma már nevezhetjük egy művészeti ágnak. Ahogy látjátok, a dinoszaurusz modelleket ilyen diorámákra rakom rá. Ezeket a diorámákat én otthon építem meg. A dioráma maga egy jelenetet foglal magába. Én végül is a Jurassic Parkból vettem jeleneteket, és azokat építettem meg 3D-ben, ilyen kézen foghatóan. Körülbelül 100 kiállított modellt tekinthetnek meg az érdeklődők. A tapasztalat pedig az, hogy az őshüllők nem csak a kicsiket, de minden korosztályt érdekelnek. Egyes tanulmányok szerint a dinoszauruszok 170 millió éven át uralták az egyes ökoszisztémákat. Az őslénykutatók több mint 1000 fajt azonosítottak, amiből jó néhány Fekély Zsolt magángyűjteményében is megtalálható. Rengeteg másfajta faj dinoszauruszt szeretnék bemutatni így a közönség számára. Nem csak az a közkedvet, például a Tyrannosaurus, a Velociraptor, a
Triceratops vagy a Brachiosaurus, hanem ezen kívül itt lehet látni rengeteg más fajta dinoszauruszt is. Nekem a legkülönlegesebb dinoszaurusz a Brachiosaurus. Egyrészt azért, mert hatalmas, monumentális számomra, és egy gyönyörű, hosszú nyakú dinoszauruszról beszélünk. A mini dinoszaurusz dioráma és modell kiállításon óriás fotósorok és vetítés is várja az érdeklődőket. A kiállítás ingyenesen látogatható a Hagymaház pódium termében péntekig 13 és 18 óra között, valamint hétvégén 10 órától 18 óráig. Első alkalommal szerveznek Volkswagen koncern autós találkozót Maros-Lelén. Az esemény egyik szervezője Gyüre Ferenc televíziónknak arról számolt be, hogy az érdeklődőket szombaton várják a községi sportpályán. Az ország számos településéről érkeznek szebbnél szebb autócsodák, nem csak gyári, hanem átalakított és épített járgányokat is kiállítanak tulajdonosaik. A rendezvényt szervező egyesület szeretne hagyományt teremteni ebből a látványos programból. A szombati napon motorzúgástól lesz hangos a Maros-Lelei sportpálya, hiszen hagyományteremtő szándékkal rendezik meg első alkalommal a Volkswagen koncern autós találkozót. Gyüle Ferenc, az esemény egyik házigazdája elmondta, hogy a kedvelt német autómárka szeretete hozott össze egy csapatot, mely később baráti társasággá alakult. Idén pedig megalapították a Buzsó Garázs Egyesületet, mely erre a hétvégére szervezett programot. Idén alapítottuk meg az egyesületet, ez egy nagyon régi baráti kör. Mi nagyon sokat jártunk együtt Volkswagen-es találkozókra, illetve koncernes találkozókra. Hát régóta megvan ez az autószeretet bennünk, jelen pillanatban 12 tagot számlálunk. Az ország számos részéből regisztráltak a Maros-Lelei eseményre autósok. A távolabbról érkezők már pinteken begördülnek a Csongrád-Csanád vármegyei községbe, hogy ott lehessenek nyitásra. Gyüle Ferenc hozzátette, a koncernhez nagyon sok automárka tartozik, így gazdag kínálattal várják majd a vendégeket. Minden, ami a koncernhez csatlakozik, kamion is lesz. Azt is érdemes megnézni, gyönyörű szép, egyedi festéssel. Hát ő is koncernhez tartozik, tehát ugyanúgy, mint az Audi, a Skoda, a Lamborghini, reméljük lesz Lamborghinink is, úgyhogy nagyon sok család hozzá tartozik így. Annak ellenére, hogy szombaton reggel 8 órától szinte minden az autókról fog szólni Maros-Lelén, azért azoknak is érdemes ellátogatniuk a községbe, akiket annyira nem érdekel a technika világa. Ugyanis a szervezők az egész családnak kínálnak szórakozási lehetőségeket, a legkisebbektől kezdve egészen a nagyszülőkig. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Megoldást találhatnak a Nagyér csatorna ügyében. Felszámolták a Jussz Gyula utcai kerékpárúton a királydinnyéket. Aggasztó a takarmánykukorica helyzete. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Ez volt a szeptember 4-i szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!